Azért jöttek most össze a helyi lovasok, és azért polgárőr ruhába, mert ők lovas polgárőrök. Lovon teljesítik a polgárőr szolgálatot, viszont ehhez egy alapképzésre és vizsgára van szükségük, és most ez történik éppen. A fél időben vagyunk körülbelül, most a pillanatnyilag éppen amit a hátam mögött látható, ha látható, az a klasszikus lovardai képzés, illetve csapatmozgást tanít Pénzes Gábor, aki katonai hagyományőrző, huszár katonai hagyományőrző. Ez szükséges ahhoz, hogy a polgárőr mondjuk elmegy egy rendezvényt biztosítani, akkor tudjon úgy mozogni, ahogy hát egy lovas csapatnak kell. Úgy látom, hogy nagyon ügyesek a lovasok. 5. éve van lovaspolgárőrség Magyarországon. Folyamatosan fejlődünk. Az idei évre közel 1000 lovas, 950 fölött van már a lovasok száma, illetve 800 polgárőr ló van országosan. Az alapgondolat az volt, amikor ezt elkezdték szervezni, hogy a lovas kint jár a külterületen, eljut sok helyre, ahova esetleg egy mezőr vagy egy vadőr nem jut el, és úgyis lovagol, és akkor miért ne legyen polgárőr is, és tud vigyázni a rendre, meg segít a bűn megelőzésbe, és aztán itt szép folyamatosan elterjedt az országba, és folyamatosan növekszik is a polgárőrök száma, a lovas polgárőrök száma. Én szeretem a vegyes lóállományt, tehát mint ahogy mondjuk egy ugrósportban megközelítőleg egyforma lovaknak kell lenni, mert ugye mindenkinek ugyanaz az elvárása a lovától a teljesítményt illetőleg. Most a lovas polgárőrségnél pont az a jó, hogy itt mindenfajta lóval részt lehet venni, ugye vannak fogatosaink is, de bármilyen fajtájú, származású, színű, itt az a lényeg, hogy egy stabil idegrendszerű és egy jól kezelhető ló legyen, tehát ide mindenki befér. Hát a klasszikus polgárőré válásnak a szabályait szerintem mindenki ismeri, tehát aki polgárőr lehet, az lehet lovaspolgárőr, az alapfeltétel, hogy a helyi polgárőr egyesület tagja legyen, és a lónak pedig az a lényeg, hogy hát nem lehet egy rossz idegrendszerű, rugós ló, nem lehet nyilvánvaló, tehát az nem lehet rendezvényre, bár egyébként még problémásabb lóval is lehet szolgáltat ellátni, mert mondjuk, hogyha van egy olyan csapat, ahol ott egymást ismerik, a lovat tudják kezelni, tehát nem mennek, tényleg csak külterületi szolgáltat látnak el, akkor még az is beleférhet, hogy egy kicsit rugós, kicsit harapós, hát kinek milyen a lova szereti, azért nyilván nem fogja lecserélni. Egy biztos, tehát egy föl vannak osztva a vizsgaszintek, tehát egy ilyen hagyományos sportja szintű lóval ki lehet menni a külterületre bármikor. Egy járőr egyes vizsgás ló, illetve lovas, az már a rendezvényt mondjuk csak úgy tud biztosítani, hogyha vizsgázott ő maga is, meg a ló is. De nyilvánvaló, hogy ebben már csak olyan ló lehet, aki megbízható 100%-ig. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, mert ez azért nem mindenhol lehetséges, hogy ennyi létszámmal lejönnek minket vizsgáztatni. 10 lóval vagyunk polgárőrségben, ebből 11 ember, aki ugye majd vizsgázik.